Nemzetközi Jégkorong Szövetség elnöke is itt járt a világbajnokságon, nagyon jól érezte magát. Tekintsék meg vele készült interjúnkat. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség svájci elnöke René Fázel több napot töltött Magyarországon a világbajnokság idején. Megnyitotta a VB-t, a Sportmúzeumban átadta a magyar Hall of Fame tagoknak az okleveleket, az öreg hokisok találkozóján is részt vett, és az állami protokoll találkozók mellett elmondása szerint nagyon jól érezte magát Budapesten. A sportdiplomata arról is beszélt magazinunknak, miként látja a magyar jégkorong helyzetét, lehetőségeit és jövőjét. Nagyon meg vagyok illetődve attól, amit itt látok, és hogy itt lehetek, ennyi barátommal találkozom. A magyarok 1927 óta tagjai a Nemzetközi Jégkorong Szövetségnek. Ez nagyon hosszú idő, és tisztelnünk kell a történelmet, tisztelnünk kell a játékosokat. Nagyon örülök annak, hogy láthatom Pásztor Györgyöt, aki 89 évesen is aktív tagja társadalmunknak, és megható, ha belegondolok, immár 30 éve dolgozunk együtt. Ahhoz, hogy Magyarország A-csoportos legyen, még el kell telnie egy kis időnek. Ez nem megy egyik napról a másikra, de nagyon biztató, hogy amit az előző elnökség Tudnicki Ferenccel elkezdett, azt most az új elnök Németh Miklós folytatja. Nagyszerű munkát végeznek, különösen örülök annak, hogy most Budapesten van a VB. De még egyszer hangsúlyoznám, el kell telnie egy kis időnek, amíg stabil A-csoportos ország lesz Magyarország. Most a világranglistán a 20-ok, ez egy fejlődési folyamat, lépésről lépésre kell haladni, lassan lehet csak elérni, hogy a legjobb 16 csapat között legyen a válogatott. Rengeteg munka, szenvedély, valamint fegyelem és szív jellemzi a magyar játékosokat, és erre van szüksége ennek az országnak. Nagyszerű hoki hagyományaik, fantasztikus szurkolóik vannak, és reméljük a legjobbakat, hogy hamarosan ismét az A-csoportban találkozunk. A magyar jégkorong első emberének sok dolga lesz a jövőben kedvenc sportágunkkal. Németh Miklós, a Magyar Jégkorong Szövetség júniusban megválasztott elnöke első világbajnokságán vett részt a sportág vezetőjeként. A világbajnokság idején komoly sportdiplomáciai tárgyalásokra került sor a Nemzetközi Szövetség elnökével, a magyar köztársasági elnökkel és a hazai sportvezetéssel. Szóba került egy átfogó sportágfejlesztési projekt kidolgozása. Az a kérdés most, hogy a tervekből mi válik valóra. Én úgy gondolom, az elmúlt 3 napban, amit Fázel úr Magyarországon töltött, a lehető legjobban használtuk ki a lehetőségeket arra, hogy megpróbáljuk a magyar jégkorong részére kihasználni azt, amit két ilyen nagy tekintély találkozása jelenthet. Azon kívül, hogy ő nyitotta meg a világbajnokságot, azon kívül jártunk Borkai Zsolt úrnál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökénél, jártunk Czene Attilánál, a sportért felelős államtitkárnál, aki a lovakkeresztet adományozta Fázel úrnak, délután fogadást adott a köztársasági elnök úr Fázel úr részére. Ez mind-mind olyan dolog, ami úgy gondolom, hogy a jégkorong, magyarországi jégkorong sport elismertségét az egész világon meg fogja könnyíteni, illetve a magyarországi elismertséget pedig ez a három fogadás önmagában is jelzi. Fázel úr, a köztársasági elnök úr azon kérésére, amikor megkért engem, hogy egy 5 éves fejlesztési tervet tegyünk le az asztalára, Fázel úr egyből felajánlotta a segítségét, hiszen őnek erre komoly stábja van, hiszen nem egy országba fordulnak elő ezek a kérdések. Én úgy gondolom, hogy ebből nagyon pozitívan fogunk kijönni. Ennek az 5 éves tervnek az elkészítése az nem egy egyszerű feladat, mert én úgy gondolom, hogy nem elég leírni bármit, hiszen a papír mindent elbír, ezt komoly tartalommal kell megtölteni, és ennek a tartalomnak mutatnia kell azt, amit az elkövetkező 5 évben szeretnénk elérni. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az utánpótlás nevelés, az utánpótlás nevelés, az utánpótlás nevelés, és ha ezután marad még pénz, akkor a meglévő létesítmények korszerűsítése, fejlesztése és alkalmassá tétele arra, hogy egy színvonalas jégkorong élet kialakuljon Magyarországon. De még mindenképpen a legelső dolog az utánpótlás, a fiatalokkal való foglalkozás, az iskolákban a korcsolyázás terjesztése, hiszen ez a háttér adja meg majd a jövendő nagy csapatot. Szurkolói szempontból fantasztikusan sikerült a budapesti VB. Az elnök arra is válaszol, pénzügyi és sportszakmai nézőpontból milyen volt ez a világbajnokság. Úgy gondolom, hogy anyagi szempontból egy ilyen világbajnokságnak a szervezése akkor már sikeres, hogyha a csapat a megfelelő
produkciót és megfelelő teljesítményt nyújtja a szurkolók számára, és itt nem csak az első helyről van szó, hanem arról, hogy elégedettek a szurkolók. És úgy látom, hogy az elmúlt napokban a teljes elégedettség látszik a szurkolókon, a stadion mindig tele van, mindenkinek jó hangulata van. Ezt egyébként Fázálló is megerősítette, hogy ilyen hangulatú világversenyt titkán lehet látni, akár még alcsoportos szinten is, nemhogy a másodosztály, vagyis az divízió 1-es szinten. Az anyagi részében mi már akkor elégedettek vagyunk, hogyha ez a világverseny a nulla körül szintet fogja hozni. A műsor készítői ezúton szeretnék megköszönni a válogatott játékosoknak, néha viccesen, néha kevésbé, de vezették a műsort. Jó napot kívánok! A Sport TV jégkorong magazinnál a PAK. Hol egyszer, Roger? Igen. PAK 6., de csapó 3. Na. A PAKot látják. A PAKot látják. Bolom. Hogy van? Hogy kezdődik? PAK jégkorong magazin 14. adását látják. Pák. Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a jég... Ezt elcsesztem, jó? Ezt elrontottam most. Visszajövök! Most pedig játékunk következik. Játékunk következik. 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 A Vasas egy kiváló játékost igazol. A Vasas egy fantasztikus játékost igazolt a magyar bajnokságra. Világbajnokságok. Köszönöm a figyelmüket. Járjanak sokat a jégkorong mérkőzésre. Igen, a jégkorong mérkőzésre. Jégkorong meccsekre azt nem lehet. Tehetik, járjanak még több jégkorong mérkőzésre. Jégkorong mérkőzésre. Az nehéz szó, különben. BB. Nem mondod, hogy elsőre sikerült? Első. De ezt inkább így fogom a fát. Hagyományos oké. Na jó. Szóval legfontosabb az előadás. Az az a mérkőzés. Szeretnénk megköszönni szurkolóinknak, hogy velünk... Nem. Nem vannak velünk. Jégkorong magazinunk első évadjától igyekszünk kedves és szívmelengető jelenetekkel búcsúzni. Szeretnénk megköszönni szurkolóinknak, hogy szeretnek minket, és velünk vannak.